Iskolánk néhány évvel ezelőtt elindított egy nagyon sajátos akciót, méghozzá arra kértük fel nyilvánosan a közösség tagjait, a közösség képviselőit, civil szervezeteket, politikusokat, intézményvezetőket, hogy díjazzák a mi nevelkeinket, a mi ballagóinkat. Ennek az akciónak a keretén belül szeretnék átadni én magam két díjat, hiszen az átadó jogorvány parlamenti képviselő úr objektív okokra hivatkozva nem lehet jelen közöttünk, de üdvözletét küldi, és ezt a két ajándékcsomagot a Nagybánya területi ifjúsági egyeztető tanács és a maga nevében két diákoknak, a diák tanács egykori elnökeinek, Olavec Csongornak és Palász Szintiának. Lényegében egy nagybányai közösségi és nagybányai értékek díja. Úgy véltük, hogy illene behoznunk ezt a tradíciót is. Jó magam, mint önkormányzati képviselő, kollégám Vida Noémi a polgármester asszony, aki sajnos el kellett menjen, ugyanis sok más ballagás folyik a városban, és az önkormányzat nem tudja letenni teljes egészében az összes ballagást, hogy ezért elnézést kérjük, hogy Vida Noémi a polgármester asszony el kellett menjen. De a nagybányai értékek díj, ami súlyos is, tehát hogy a kultúrának még így megmutatnám, a 120 éves nagybányai művésztelepi központ, amit a 120 éves alapítással adott ki a város. Úgy érzem, hogy ezek a nagybányai értékek, amely ez esetben a művésztelep, ezeket magunkkal kell tartsuk, magunkkal kell vigyük, legyen ott velünk, és amit mondtam, néha súlyosak is, így kilóban, így érződik, hogy ezek a nagybányai értékek vannak, és ezekről nem kell megfeledkezni. Sok nagybányai értékünk van, most kimondott esetben a művésztelep, de ezen kívül rengeteg más hagyomány az iparban, meg sok más hagyományunk a városban, ezekről ne feledkezzünk meg. Ugyanitt mondanám el azt, hogy maga Németh László Liceum, ő is egy nagybányai magyarság érték. Nekem nem adott meg az alkalom, hogy itt ballagjak el. 98-ban ballagtam júniusban, abban az évben, amikor a Németh László alapul ősszel. Úgymond én voltam az utolsó generáció, magyar oktatásban részesülő generáció nagybányán, aki nem Németh Lászlósként ballagott nagybányán a 89-es fordulat után. Sok küzdelem volt azért, hogy íme 20 éves a Németh László, íme megvan nekünk ez a Németh László, és én úgy érzem, hogy a Németh László Liceumot besorolhatjuk a nagybányai magyar közösségi értékek közé. Mert ez a Németh László Liceum az alap pillére a mi közösségünknek. Itt tanulnak meg gyermekeink, a jövő generációja, itt viszi át a kultúránkat, a nyelvünket. Nagyon büszke vagyok rátok, és nagy szeretettel nézem ezt a ballagást. Nekem nem adott meg egy ilyen ballagás, de megadatott az a templomi ballagás, amely továbbítta Németh László. Ez a templomi ballagás úgy született meg nagybányán, hogy nem volt nagybányai középiskolánk, nem volt nagybányai liceumunk, de azt szerettük volna mi végzős diákok, akik különböző vegyes iskolákban végeztünk, hogy legyen nekünk a közös ballagásunk, és akkor délután kialakult ez a templomi ballagás, amely minden évben más templomban történik meg. Ezért is nagyon hálás vagyok, ezt az értéket a Németh László továbbítem, és hordozunk magunkkal, mint emlék, és megvan az értékeink között. És ebben az évben a nagybányai értékek díjat úgy értük, hogy Móri Adriennek 12. C-osztályos diákra vagyunk át. Mivel az embereknek sok tennivalójuk van, sajnos a rendőr
díjat nem sajnos elfelelni, hanem a Lendvai Márton elnöke, Sziget Gyuszi sem tudott itt lenni. Itt a Lendvai Márton talán legfiatalabb tagja. Hazatértem, akkor tovább folytattam a színjátszást, akkor addig, ameddig a nagymányán éltem, addig is magyar színjátszottam külföldön. Külföldön is vannak magyar színjátszó csoportok, ezt jól tudni és jó érezni, és nagyon örülnek, hogy a Lendvai Márton befogadott körében, még akkor is, hogyha néha sokat hiányoztam, vagy nem mindig tudtam ott lenni a próbákon, de feléptem velük, és egyik fellépő társunknak, egyik vallandó fellépő társunknak, de remélem, hogy majd a színpadeszkáiról nem fog elvallani, a Lendvai Márton ösztöndíjat szeretném átadni, Halász Indiának. Az alpolgármester azt mondja, hogy a szövegét nem olvasom fel, jó? Ha megkérdezik önöktől, hogy felolvastam, már mondják azt, hogy igen. Jó? Legyen ez a mi közös titkunk. Azért szeretem ezeket a ballagásokat, mert ezek a ballagások mindig van valamilyen fordulatok. Itt volt ez a gyönyörű tánc. Egy ilyen táncot szerintem máshol a városban, egy más iskola ballagásán nem látom. Ezért is jó Németh Lászlóba jönni a diákjainkat, ezért is jó megtartani a kultúránkat, jó egy közösséghez tartozni. Az RMDSZ nevében, Vida Noémi elnök asszony és jó magam nevében, az RMDSZ közösségi díjat idén egy olyan diáknak szeretné átadni, akit reméljük, hogy idén elvallak, de a közösségépítésben, a hagyományőrzésben továbbra is itt lesz közösség, és ő nem más, mint Sebők Mihály. Méghozzá azt, hogy a tanári kar úgy döntött, hogy ezt tanári felajánlásból szeretnénk ezentől megítélni a diákjainknak. Úgyhogy most az a díj következik, amelyet a tanári kar finanszíroz, és a tanári kar döntése értelmében egy olyan diákunkat szeretnénk kiemelni, akinek a munkájára rendkívül büszkék vagyunk, és ő Dragomir Norbert. Most pedig a kulcsátadási ceremónia következik. A kulcsot átadja Bauer Artúr, Rafai Edina és Könyves Tímea. A kulcsot pedig átveszik Kaszta Tamás, Facki Bóra és Facki Hajnalka, 14. osztályos diák. Példáról, a példaképről beszélek ma nektek. Erre reflektáltatok
tartásáról szólt a dolog. A legnagyobb kihívás ez neki, mert matematikát, közgazdaságtan, testnevelést, vagy irodalmat szinte bárki taníthat, de embernek lenni, példával járni emellett keveseknek sikerül. Egy tanári karrier megítélése egyik legnehezebb feladat, és van rá példa bőven, hogy mennyi félre sikerült, hamis, nevetséges pontrendszer születik arról koronként, hogy mi mindent kellene tenni a tanárnak, mi minden számít értékű, és mi értéktelenek a munkájában. És egészen más szemmel néznek bennünket a diákjaik, másként most, ballagóként, megint másként évtizedek múlva. Mert akkor már eltörpül emlékezetünkben a matematika megoldása, a mondatelemzés vagy a reakció, akkor már csak is emberi értékeikre fognak emlékezni. Így emlékezünk mi is tanárunkra. És bevallom, meglehetősen nehéz ez az emlékezés. Minél többet tudunk meg ifjúságunk, sőt, korának nagy hőseiről, a nagy tanári minőségekről, a hatalmasság elvesztett legendákról, annál nehezebb megértenünk azt a természetességet, ahogy kinyújtóztak a rendszer oldalán. Akiket nagy lázadóknak hittünk, mert lecsippentettek egy negyed órányit a politikai nevelés korából, vagy szerepükből kiesve kiszóltak a kor retorikájával egyszer egy félmondat elejéig, vagy kivonultak a ballagójukkal maguk után piros és fehér világokban a kezükben, vagy nem csináltak hatalmas batáriát, amikor elszöktünk a lőgyakorlatból. Azok, akiket félve tiszteltünk, azok, akiktől rettegve menekültünk, valójában mit tettek a másik zserkenyőben? Hányszor használták ki hatalmassá neveztek tanárimázsukat arra, hogy szívlettelenek csak fogod a közösségünkért, valójában önmagukért, ellenünk, a közösségünkkel. Gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, főként mulasztással. Azt tudjuk róluk, nagy közösségépítők, nagy iskola alapító, most nem tudjuk, mennyit ártottak azzal, hogy későn cselekedtek, rosszul, meggondolatlanul, kompromisszumokat kötöttek, nem maguknak, sokkal inkább nekünk. Ezért hatalmas felelősségre hallnak lenni. Úgy élni, olyan példát mutatni, ami évtizedek múlva is tiszteletet ébreszt. Ezért kell az örök emberi értékekhez viszonyítani tartásunkat, ezért kell időtálló ideálokhoz élnünk saját munkánkat. Nem emlékezhetnek diákjaink arra, hogy tanáraik jobban ragaszkodtak a pozícióikhoz, mint az igazsághoz, hogy lehajtották fejüket, hogy megalkottak, megalázkodtak, hogy elárultak titeket saját érdekeikért, hogy egy egész közösség hátán menekelve valósították meg önös céljaikat. Nem. A tanár ezt nem teheti, ha néhány évtized múlva a szemetetbe akar még nézni. Mert nincs más mérce, más értékelő rács a megítélésünkre. Mert a tanár példakép, lehet, hogy nincs sorszáma, de kell, hogy legyen gerince. Így emlékezzenek majd ránk.